A megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a Vízvilágnapja alkalmából játékos ismeretterjesztéssel igyekezett felhívni a figyelmet arra, milyen fontos is életünkben a tiszta és jó minőségű víz. Ezt bemutatták a gyakorlatban is. Megnézzük, hogy milyen a vegy hatása, ebbe öntöttem vizet, ebbe kólát, mert ezt nagyon szeretitek, és ebbe pedig az apukák, anyukák ugye sörözni szoktak sört. Nézzük meg, hogy melyiknek a legmegfelelőbb a pH-ja az emberi szervezet számára. Tegyed bele, picit, mártsad bele, nagyon jó, és akkor itt majd megnézzük a skálá, jó, hogy milyen vegy hatású. A víz semleges, míg a kóla savas, a sör pedig nem savas és nem is lúgos. Azaz az emberi testéhez és a vízéhez hasonló a vegyhatása. Azt, hogy a tiszta víz mennyire fontos, egy pingvinnek igazán nem kell magyarázni. Valószínűleg sokkal jobban tudja, mint mi emberek. A pingvinek etetését és az ahhoz fűzött magyarázatot sokan kísérték figyelemmel, és nagy tetszést aratott, ahogyan a madarak a medencébe dobott hal után vetették magukat. Mint kiderült, csak tengeri halat ehetnek, és a különféle vitaminok mellett sóra is nagy szükségük van, hiszen nem édesvízi, hanem tengeri állatok. Végül a legkisebb pingvin bátran kitotyogott a közönség színe elé. Nagy sikere volt. Mint kiderült, egy heves és tetleges nézeteltérés miatt kicsi korában ki kellett emelni a családjából. Ezután a gondozója etette és nevelte fel a kis pingvint, így hozzászokott az emberekhez. Igyekeztünk most is valami látványosságot adni, ami talán újdonság elejével hat. Most, ami a rendezvénynek a fővédnöke, a babónak a bemutatkozása volt, ez a különleges esemény, amelyben jelzés az, hogy milyen újításokat szántunk a programaink terén is. A pingvineknek a bemutatója, ez része az O-típus találkozások című bemutató programunknak, ami idén megújul. Mint a szakember elmondta, bár reggelente még hideg van, és a fákon, bokrokon még nem mindenhol mutatkoznak meg a tavasz jelei, a vadaspark állatai már gyakrabban láthatók a szabadban, mint télen.